Mondjuk az is fog meg kelleni. A fenébe. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a könyves Oscar-díj videóm lesz. Ezt ugye ilyen februárban szoktam inkább csinálni, bár most már az Oscar-díját adó általában márciusban van, szóval igazából nem is jókor csinálom, de hát mindegy. Rászoktam, hogy ez egy februári videó. És ugye ez is egy ilyen összegzéses videó szokott lenni, gyakorlatilag a tavalyi évi olvasmányaimból választok ilyen legeket, ilyen díjakat osztok át. Igazából ez kicsit annyiból különbözik, hogy más szempontok alapján van a díjazás, mint mondjuk amilyen szempont alapján az ilyen éves kedvences videót csinálom. Ebben is van egy év kedvenc könyve videó, vagy a legjobb könyv, vagy pont, kérdés, mi az? Amit az utóbbi években már úgy válaszolok meg, hogy ott van a kedvences videóm, mert ilyen egy darabot kiválasztani ahhoz, hogy mi volt a legjobb, nem nagyon tudok. Úgyhogy, na mindegy, nem szaladjunk előre. Nézzük, hogy melyik 2023-as olvasmányaimnak, mert itt ez a fontos, hogy nem 23-as megjelenés, hanem olvasmány, melyik 2023-as olvasmányaimnak osztok Oscar-díjat most. Az első díj, a legjobb borító, amire én Szabó Krisznától az Ezüst erdőt választottam, én nagyon-nagyon szeretem ennek a kötetnek a borítóját, nagyon szép, és szerintem így tök jól illik a könyvhöz magához is. Szabó Kriszna borítói egyébként nagyon-nagyon szépek. A másik könyvét is fogom mutatni, gondolkoztam, hogy a kettő közül melyiket mutassam, de nekem talán egy fokkal az Ezüst erdő jobban tetszik. És ezt nem tudom, hogy elrakjam, mert szerintem még fog kelleni emlékeim szerint. A második kérdés, a legjobb világépítés díja, amit nem tudok nem a Devabad trilógiának adni, most ez az első rész, a Bronzváros. Ez egy ilyen nagyon nagy projektem volt 2023-ban, hogy végigolvastam ezt a nem tudom 2000 oldalt, ami ez a három könyv volt, lehet több. Őket külön a kedvences videómban nem tettem be, viszont nagyon szerettem a Devabadot, és ennek egy ez azért egy high fantasy-bb kötet, és ennek azért olyan a világépítése, amilyen. Tehát, hogy ennek azért masszív világépítése van, és talán ez volt, ami így újabb, és ilyen masszívabb, amit tényleg végigolvastam, és nagyon szerettem 2023-ban. Oké, a harmadik díjunk a mai napon az a legjobb cselekmény, ami nem tudom, nem szeretek annyira itt sorozat közepére adni, viszont amit ugye én befejeztem 2023-ban, az a Holdbéli krónikák volt Marissa Meyertől, és én ennek nagyon szerettem a sztoriát. Úgyhogy, főleg, hogy nekem a harmadik, negyedik rész volt az, amit olvastam, azaz harmadik, de jó, mindegy, engedjétek el, amit mutatok. Szóval ezt a négy kötetből kettőt tavaly olvastam, és nagyon beleéltem magam a Holdbéli krónikák történetében tavaly, úgyhogy ezért nem is nagyon tudom másnak adni, nagyon imádtam a sztoriát, és Holdbéli krónikák fanatikus lettem tavaly. Na. Ugye ez egy rövid kötet, azért. Sok minden történt. Legjobb idegen nyelvű könyv, de én ugye azt szoktam berakni, nem azt, amit angolul olvastam, hanem azt, ami nem angol vagy magyar szerzős. Pont azért, mert hogy nagyon sok mindent olvasok angolul, de hogy én azt nem különíteném egy el, mert eleve alapból is. Mert szerintem ebben most egészen magyarokat raktam bele, mert tavaly szerintem nagyon sokat olvastam magyarul, ahhoz képest, amilyen arányba szokott lenni, de hogy tehát én nem az, hogy más nyelven olvastam, hanem hogy más nemzetiségű szerzőtől származik, és nem szeretem belevenni, hogy ezt ilyen barangolásként értelmezem, ahogy én a barangolásaimat értelmezem. Úgyhogy ide egy képregényt választottam, amit nagyon-nagyon szerettem, és amivel többször találkozhattatok a csatornán, ez pedig nem más, mint a Norvakációja, ez ugye román szerzőpárostól van, volt BookTube könyvklub közös könyv, nagyon cuki, nagyon szórakoztató, nagyon szép is, úgyhogy olvassatok Nort, ez egy nagyon-nagyon jó kis képregény, és nagyon tudom ajánlani, kicsiknek, nagyoknak egyaránt, tényleg fantasztikus, úgyhogy abszolút ennek adom az Oscar-díjat, mint idegen nyelvű olvasás, amit magyarul olvastam, de na, értitek. Megérkeztünk a szereplő díjakhoz, amivel mindig kicsit bajban vagyok, mert én nagyon sokszor inkább így egy könyvhöz magához egészben növök hozzá, nem egy-egy szereplőhöz, az egyre ritkábban fordul elő velem, hogy
vagy nagyon ritkán fordul, inkább így mondom elő velem, hogy így egy darab szereplő van, akit így ki tudok emelni, hogy na ő egy ilyen kedvencem. Van ilyen, nem azt mondom, hogy nincsen, csak nem mindig van olyan év, amikor így tudok. Emlékszem is, azért egy év az hosszú idő, és sok könyvet és sok szereplőt, sok könyvet olvas az ember, sok szereplőn megy végig, úgyhogy nem olyan egyszerű ez. Legjobb férfi mellékszereplőnek olyat választottam, aki csak félig mellékszereplő. De abban a kötetben, amiben inkább mellékszereplő, nagyon szerettem, úgyhogy ezért most mellékszereplőnek fogom bemondani, de igazából utána már főszereplővé avanzsálódik, de mindegy. És ez Dára. És... Én nagyon bírtam Dárát, vannak dolgok, amiket csinált, és nem értek egyet vele, és megcsapkodnám. Nyilván ezt a Dévabádos vlogjaimban is mondom, de hogy alapvetően mint Dárát, mint karaktert egyébként szerettem. Nagyon. Szóval nem értek egyet a tetteivel, de szerettem Dárát egyébként. Úgyhogy, és ugye Dára az, aki ebben a könyvben inkább mellékszereplő, de a második, harmadik részben meg már vannak saját fejezetei, szóval kicsit ilyen határeset, hogy hol nézzük, hogy ő most mellékszereplő, főszereplő. Én most ide soroltam, mert... De most eszembe jutott, hogy ki tudtam volna még ide választani. Le tudom, nem tudom levenni. A másik, akit még mellékszereplő díjra tudnék bemondani, az a Juli vagyok könyvmolyból Duma. De a Juli vagyok könyvmoly a legfelső polcomon van, és már kivittem a fellépőt, és nem tudom, pici vagyok, nem érem fel. Mert itt nem én vagyok pici, a polcom rohadt magas, úgyhogy Juli vagyok könyvmolyból Duma. Ő is egy nagyon jó férfi mellékszereplő volt, és ő tényleg mellékszereplő volt. Ezek után nézzük a férfi főszereplőt, ami részrehajlásos volt, azért valljuk be, hogy itt... Olvastam több Percy Jackson könyvet 2023-ban. És hát a szívem mindig a Percy Jackson felé fog húzni. De csak azért sem Percyt választottam, de mert van egy karakter, akit sokkal jobban szeretek, mint Percy, és bármikor őt választanám, ez pedig Nico DeAngelo a Sun and the Star-ból, aminek ő volt az egyik főszereplője, két főszereplős, és az egyik nézőpont karakter is ő volt, úgyhogy Nico, my baby, megérdemled. Megérdemled a legjobb férfi főszereplő díjat. Legjobb női mellékszereplő díj következik. Főleg egyébként a mellékszereplős díjakkal szoktam bajba lenni, de valaki, akit még így jobban megmaradt nekem az olvasásaim során, az Sissi, a Szerelem elméletéből. Ő volt ugye Elsinek a szobatársa, lakótársa, volt egy süni, és ilyen nagyon fura csaj volt, de én nagyon bírtam az ő karakterét, szóval nagyon, nagyon szerettem, mikor voltak jelenetek, amiben ő is benne volt, és így ő volt az első gondolatom erre a díjra, hogy így néztem, hogy egyáltalán mit olvastam, és mondom, igen, ebben emlékszem, hogy szerettem őt nagyon, úgyhogy Sissi kapja. Legjobb női főszereplő díja következik, ezt Aliának adom, az ellopott kívánságból, amit látjátok, ugye ennek ez a borítója. Ezt is nagyon szeretem, tehát hogy ilyen kicsit ilyen impossible döntés, hogy melyiknek jobb a borítója, attól függép milyen hangulatban vagyok, úgy őszintén. Aliát nagyon szerettem, ő is egy ilyen, igazából Kallunát is, ő ugye az Ezüst Erdőből, de na, valakit választani kellett. Aliát talán egy fokkal jobban szerettem, mondjuk így. Ő volt ugye a narrátora az ellopott kívánságnak. Nagyon sokat beszéltem ezekről a könyvekről egyébként tavaly, főleg erről, mert ezt még az év elején olvastam, van külön videó róla, egy csomó videóba beleraktam, úgyhogy most annyira nem részletezném, de nekem ő egy nagyon maradandó karakter volt. És hát ezek után jön az, hogy 2023 legjobb írója, és itt olyanokat szoktam választani, akitől vagy azért többet olvastam az adott évben, vagy ilyen új felfedezés, és nagyon szeretem, tehát például mondhatnám Rick Riordant, mert hogy ő a kedvenc írom gyakorlatilag, de nem fogom őt mondani nyilván, mert na, az lenne a lényeg, hogy 2023-ban valami mondjuk újat mondjak. Úgyhogy remélem mindenki meg fog lepődni ezek után, hogy bizony-bizony Szabó Krisztinát mondom ide, ugyanis ezt már több videómban említettem, főleg mióta olvastam az Ezüst Erdőt, hogy Szabó Krisztina bekerült a kedvenc magyar szerzőim közé. Bizony. Ugye tavaly mindkét könyvét olvastam, ami már megjelent, mindkettőt nagyon szerettem. Ja,
úgyhogy igazából ehhez nem tennék hozzá többet. Nagyon sokat beszéltem már, nagyon sokat hallhattátok tőlem is a Szabó Kriszta nevét, és nagyon várom, hogy mi lesz a következő. És hát ezek után jönne az, hogy kedvenc könyv, vagy legjobb könyv, nevezzük, aminek akarjuk. Erre én most itt nem mondanék konkrétumot, majdnem az összes könyv, amit ebben a videóban mutattam, benne volt a 2023 kedvences videómban, belinkelem ide a kedvences videót, nem tudom, van vagy 15 könyv abban a videóban, nem tudnék egyet választani egyszerűen, nem volt egy ilyen hűha momentumom, nem nagyon szokott lenni egy ilyen hűha momentumom könyvnél, több könyvet olvasok, amit úgymond kedvencnek tudok mondani, és nem választanék közülök, mert mindegyiket más miatt szeretem, és nehéz összeütköztetni, mint így könyv szinten. Ilyen szereplőt egyszerűbb választani, borítót egyszerűbb választani, világépítést is, de azt, hogy azt mondjam, hogy na ez volt 2023 legjobb könyve egy könyvnek, olyat nem nagyon tudok csinálni, és ez az az egy pont ebben az egész tagben, amit már inkább így lehet kihagyok, mert nehéz egyet mondani, na maradjunk ennyiben. Úgyhogy ezek lettek volna a 2023-as Oscar-díjaim. Sose tudom, hogy ez most 2023-as olvasások, de 2024-es a videó, szóval nem tudom pontosan melyik évszám kéne, hogy menjen ide. Mindegy. Én 2023-asnak hívom, mert a 2023-as olvasásaimról szóltak. Ha gondoljátok kommentben, vagy akárhol töltsétek ki ti is ezt a teget, vagy mondjátok meg, hogy valamelyik, vagy az összes pontra, ti milyen könyveket választanátok nyilván a saját olvasásaitokból. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!